Maguktól mozognak a díszek a karácsonyfán. Egy nézőnktől kaptuk a videót. Néhány másodperccel később a kamera már azt is mutatja, hogy a lakásban lévő csillárok is egyre erősebben kilengenek. Déli 12 óra után 20 perccel ért el Tolna megyét, a Zágráb környékét megrázó 6,3-es erősségű földrengés. Eléggé kilengett fönn a 8-on. Egyszer már éreztem földrengést anno, nagyon régen, nem tudom az mikor volt. De nem volt ennyire érezhető, akkor épp ébredtem. Ezen a másik nézői videón szintén mozog a nappaliban lógó csillár. A videó Bonyhádon készült. Nézőinktől több felvételt is kaptunk, amit a földrengés idején rögzítettek. Némelyiken még az emberek riadt hangja is hallható. A semmiből előbukkanó rengések sokakat megrémítettek. Nem kicsit, a negyediken voltam az erkélyen, félelmetes volt. Nagyon is. Macskánk is megőrült. A Facebookon több száz kommentet kaptunk nézőinktől a földrengés után. Volt, aki azt írta, kilengett a 10 emeletes ház, mindenki az utcára szaladt. Egy másik nézőnk pedig úgy fogalmazott, hidason is mozogtak a csillárok, mintha szédültem volna, nagyon rossz érzés volt. A katasztrófavédelem közleményt adott ki, amiben azt írták, Tolna megyében nem okozott személyi sérülést és jelentős anyagi kárt sem a földrengés. A szomszédos Baranya megyében viszont 3 településen kisebb anyagi károk keletkeztek. A közleményben azt is írták, hogy a főrengés után akár még utórengések is keletkezhetnek, amelyek erősek is lehetnek. A rengés epicentrumában Zágrábtól körülbelül 42 kilométerre eddig egy halottról szólnak a hírek és több tucat sérültről, valamint összedőlt házakról. A beszámolók szerint a horvát fővárosban élők közül rengetegen hagyják el a lakóhelyüket, hogy minél messzebb meneküljenek a 3 nap alatt 2 földrengéssel sújtott régióból.